Újonc létére jól szerepel a hazai meccsi Szombathelyen játszó Vasasszonyfa csapata, amely 8 forduló alatt 5 pontot gyűjtött, szemben a 2 ponttal érkező vendégekkel. Az NTK 7 meccses vereség sorozatát szerette volna lezárni, amihez Szlovenszky Tibor pontszerzése adta meg az alaphangot. Ráski János ugyan alul maradt ellenfelével szemben, de a nyíregyháziak jó pozícióból várhatták a folytatást. A középső sor volt talán a kulcsa ennek a mérkőzésnek számunkra, ahol a Szegő Levente csupán egy fával, de hozni tudta a csapatpontot, utolsó dobásokba sikerült maga javára fordítani a mérkőzést, míg mellette a Mogyorósi Péter nagyon rosszul kezdett a hazaiak mostanában legjobb formában lévő játékosával szemben. Rengeteg fát kapott a Péter, viszont a második fél idejében meg olyan szinten visszafordult, hogy már meg is közelítette a ellenfelet. Ekkor már 37 fás hátrányban voltunk, és 2-2-re állt a mérkőzés, viszont már láttuk, hogy a hazaiaknál nem a két legerősebb ember zár, sőt, abszolút szansunk volt arra, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést a Hakker Dezsővel párban. Végül is az első szedben már megnyerte Dezső is, meg jó magam is a párharcunkat, és már jöttünk fel, már csak 20 fa hátrányunk volt, azonban a második 30 dobásnál a Hakker Dezső egy fantasztikus nagy hajrát nyitott, és nagyon sok fával megvert az ellenfelét, még én is majdnem további 20 fát hoztam, és ekkor már látszódott, hogy a mérkőzés győztese igazából mi lehetünk. A vendégek végül 3213 fáig jutva 6-2-re megnyerték a találkozót. A tabella élén a 18 pontos Szeged áll, megelőzve a szintén 100%-os lépcelakot. A nyíregyházi Tekeklub 4 ponttal a 9. helyen várja a Ferencváros jövő hétvégi vendégjátékát.